legyen akkor ez egy ilyen ünnepélyes pillanat. A nemzeti színű szalag átvágásával ünnepélyesen is átadták a szeptember első hete óta működő bölcsödét. Az önkormányzat az egykori orvosi rendelőt alakította át, és hozott létre egy önálló épületben működő mini bölcsödét. A rendezvényen a térség országgyűlési képviselője örömtelinek nevezte, hogy évente 25 gyermek születik a településen. Manninger Jenő elmondta, hogy több mint 120 óvodás és bölcsödés van Cserszeg-Tomajon. Az embereknek az a célja, hál' Istennek, a legtöbb esetben, ha tehetik, akkor családon alapítanak, gyerekeket várnak. Kormányzatnak is ez a politikája nyilván, tehát, hogy minél több gyerek legyen, ahol lehet, támogassuk ezt, és a bölcsödére is van igény, és vannak a kisebb települések, ahol ugye egy mini bölcsöde is segíthet már. A bölcsödében már lezajlott a beszoktatás. Hétfőtől már teljes létszámmal 7 gyermek gondozási és nevelési teendőit látják el a szakemberek. A kormány döntése értelmében azokon a településeken önálló bölcsödét kell létrehozni december 31-ig, ahol a 3 éven aluli gyermekek száma meghaladja a 40 főt, vagy legalább 5 kisgyermek számára igény jelentkezik. Cserszeg-Tomajon ezért történt meg ez a beruházás. Eddig is működött egységes óvoda bölcsöde, de nem ilyen gyönyörű szép körülmények között, és hát ezt a nevelési funkciót most ebben a létesítményben én azt gondolom, hogy minőségileg magas szinten fogják tudni végezni. A bölcsödét a szüreti nap keretében avatták fel, díszes és színes menet készülődött a vígasságra az iskola udvarán. A menetútba ejtette a Várvölgyi úton megépített új falukaput. Ez a harmadik ilyen pontja a nagyközségnek. A korábbi falukapukkal egységes arculatú objektum környezetében az aszfaltozást és a csapadékvíz elvezetést is kiépítette az önkormányzat.